Üdvözöllek a Shakespeare-daráló YouTube csatornáján. Almási Zsolt vagyok. Ebben a videóban Nádasdi Ádám a Csökkenő költőiség című könyvének első Shakespeare fordításai tárgyaló részét veszem gorcső alá. A Dante isteni színjátékával kapcsolatos második részét is ajánlom olvasásra, de mivel magam nem értek komolyan Dantehez, ezért erről a részről inkább nem beszélek itt. Hogy miért fontos Nádasdi könyve a fordítás, a Shakespeare fordítás szempontjából? Kiderül az elkövetkezőkből. Tarts hát velem! Nádasdi könyvét olvasva a szerző betekintést enged a fordítói műhely munkájába. Amire azért érdemes odafigyelni, hiszen Nádasdi az a fordító, aki 13 drámafordításával a legtöbb Shakespeare-darabot e, fordító e, kortársunk, akinek a fordításaival egyre többet találkozunk. A színházban és könyvformátumban is a legkönnyebben elérhető szövegekről van szó. Nádasdi tehát mivel termékeny és sikeres, meghatározó alakja a mai magyar Shakespeare fordításnak és Shakespeare befogadásnak is. Amint könyvéből kiderül, Nádasdi alapelve, hogy a fordítónak az a dolga, hogy engedje a szöveget lélegezni a célnyelven ehhez pedig nem lánk lelkű költőre, hanem olyan orvosi aprólékossággal dolgozó emberre van szükség, aki mint egy szikével és ollóval képes feltárni azt, ahogy a szöveg működhetett születésének nyelvi közegében. Ahogy Nádasdi fogalmaz, idézem, a fordítás pedig alázatos és másodlagos dolog. Ez az alázatos, másodlagos dolog szorgalmat, alaposságot, a forrás és a célnyelv komoly, tudományos mélységű ismeretét igényli. Márpedig Nádasdi pontosan ezeknek a kritériumoknak felel meg. Nyelvész, nyelvtörténész, aki alaposan utána jár az eredeti szövegeknek és szavaknak és szintaxisnak, és ezt ülteti át egy másik, hasonló alapossággal ismert nyelvbe jelesül a magyarba. Ebből a szempontból talán árulkodó, hogy amikor Nádasdi eredeti műről beszél, akkor nem arra gondol, amit Shakespeare fejében létezhetett, vagy arra, ami a fólió vagy negyedrét, azaz kvartó kiadásokban testesült meg, hanem arra, amit így nevez, idézem, az én eredetim, az Árden. Vagyis az eredeti, a modern, legmegbízhatóbb kritikai kiadásokban testesül meg Nádasdi számára. Azaz elsősorban az Arden Shakespeare sorozatában, illetve ez kiegészítendő Nádasdi a többi nagy kritikai kiadást is megnézi, azaz az Oxford vagy Cambridge sorozatokat sem. Uh... Kerüli el. Ezen kívül pedig barátai még a nyelvtörténeti szótárak, nyelvészeti munkák, valamint a német és az olasz fordítások, sőt, referenciaként a korábbi magyar fordítások aprólékos ismerete is az orvosi felszerelés részei. A szöveg lélegzését lehetévő tevő munkamódszerbe bevezetés különböző műfai fejezetek révén történik meg. A Shakespeare részt, mint ahogy a Dante-vel foglalkozót is, egy interjú indítja egy rövid bevezető után, majd egyes fejezetekben a fordítás egyes problémáit esetenként átfogóbb, máskor apró részletekre figyelő megközelítésben tárja a nádasdi az olvasó elé. A műhely nem minden lefordított darabból hoz példát, hanem csak a Lír a Szent Ivánéi álomból, a Rómeó és Júliából, valamint a Velencei Kalmárból, némelyik darab pedig több fejezetnek is a főszereplője. A kötetben nem említett színdarabok azonban nem tűnnek hiánynak, hiszen nem egy fordítói életmű bemutatás a nádasdi célja, hanem hogy betekintést engedjen a fordító műhelyébe. Ehhez pedig pontosan elegendőek a közölt fejezetek. Terjedelmükben a fejezetek változatosak, hangvételükben azonban egységesek. Mindent a tárgyilagos világosság ural nincsenek hosszan terjengő mondatok, hanem tárgyilagos megfigyelések, illusztrációk, példák és magyarázatok kapnak helyet. A fejezeteken átívelő témának tűnik a paradigma megfogalmazása, amelyen belül a fordító dolgozik, amely noha érvényes, esetenként mégis vitára sarkalhat. Nádasdi fordítói tevékenységének egyik alapelve, hogy ö, színházi szöveget fordít, aminek egyik követelménye a világos érthetőség. A színházban a színésznek és a közönségnek azonnal értenie kell a szöveget. Nincs idő és tér arra, hogy a közönség elmerengjen egy-egy soron. Ezen szigorú színházi beállítódást azonban üdítően fűszerezi azzal, hogy azért filológusként is tekint magára. Például, amikor kiszól, idézem, dramaturgiailag persze mindegy, de a filológus ilyesmiken töpreng, idézet bezárva. A második alapelv úgy ragadható meg, hogy a fordítandó legkisebb egység a sor, nem szerencsés az áthajlás, és törekedni érdemes, hogy ugyanannyi sor legyen a magyar verzióban, mint az eredetiben. Hiszen egyrészt a sort könnyebb megjegyezni, tagolni, hallás után érteni, másrészt pedig, mivel Shakespeare a színháznak írt, figyelt a beszédek hosszúságára, ritmikájára, dinamikájára, és ettől nem érdemes eltérni a fordítónak. A harmadik alapelv az, hogy bár Shakespeare 400 éve meghalt, azaz régi szerző, ám a nyelvezete saját korának nyelvezete volt. Azaz nem szabad régi esélyt enni, vagy ahogy Nádas dírja, a hely módszert követni, azaz költőibbé, magasztosabbá varázsolni a fordítást. Innen a címbéli csökkenő költőiség. Megelőző korok fordítói költőibé próbálták alakítani a Shakespeare-i szöveget az adott kor esztétikai és kultúrpolitikai előfeltevései szerint. Mint amennyire az eredeti volt. Ezekkel az alapelvekkel összhangban Nádasdi verstani, verselméleti megfontolásai izgalmasak gondolatébresztőek. És még a technikainak tűnő részletek is szervesen igazodnak a, for, a fordító munkájának feltárásához. Amikor a rímfajtákról, asszonáncról, női és férsi rímekről, hangsúlyos és időmértékes verselés különbségéről, a Brankverse-ről, rintenjambikus pentaméterről és egyéb versformákról azok, azok jelentésformáló hatásáról hallunk. A paradigma koordinációs rendszerén belül Nádasdi nem hősnek, a fordítás hősének állítja be megállt a szövegekben. Inkább jellemzi a tárgyilagos töprengés. Azonosít egy problémát, töpreng rajta, körbenéz, gyanakszik, a gyanakvás sose árt, ezer veszély leselkedik a fordítóra írja. Megoldást keles és ajánl. A megoldás megtalálásához beszédbe elegyedik Shakespeare-rel, korábbi fordítókkal és kritikusaival, elsősorban Rutkai Kálmánnal. Ezeknek a beszélgetéseknek külön ízt ad, hogy Nádasdi időnként jelen idejű igéket használ Shakespeare-rel, Arany Jánossal, Rutkai Kálmánnal kapcsolatban. Mintha egy jó társaságban dolgozna Nádasdi, ahol a jelen időtlenségének kollegialitásában fogalmazódnának meg a kérdések. Például, amikor azt írja, hogy idézem, a troheusokban írt sorokat mindig a tündérek, manók szájába adja Shakespeare. Vagy Ebben a darabban, római és Júrióra, Júliáról van szó, Shakespeare háromféle szövegformát használ. Vagy arany a magyaros felező tizenkettest használja. Vagy arany tehát azt mondja, rutkai szembesít. Ebben a diskurzusban kiskanállal adagolja a megoldási kísérleteket, nyitottan arra, hogy máshogy is meg lehetett volna oldani a problémát hogy talán később ő maga is talál egy még jobb megoldást. Kifejezetten azért igaz ez, mert nádasdi fordításai alakulnak. Nem csak a színházban, hanem a könyv lapjain is, kiadásról kiadásra. A jobbításra való hajlandóság mögött Szellemi bátorság rejtőzik. Bátorságban gyökerező alázatosság ugyanis beismerni, hogy lehet jobban is fordítani az adott szakaszt. Elfogadni kritikusok és barátok tanácsait. Továbbá bátorság rejtőzik abban is, hogy valaki hajlandó a műhelyébe beengedni az olvasót. Sőt, megmutatni, hogy mások, elődök hogyan fordították az adott sort részletet. A színházban ugyanis egy pillanat alatt elenyészik a hang, ám a papíron megmarad a szöveg, és Nádasdi engedi, hogy elidőzzön az olvasó a fordítások összehasonlításánál, és esetleg a szerző ítéletével ellentétes konklúziót vonjon le. Sőt, annyira engedékeny, hogy időnként egy kis felvezetés után idézi az eredetit, esetleg a mások fordítását és a sajátját, majd nem vonja le a konklúziót, nem ad mindenre kiderjedő magyarázatot. Engedni a, engedi az olvasót gondolkodni, értékelni, töprengeni, ami különösen a Lír király fordítását bemutató fejezetben érhető tetten. Nádasdi Ádám a Csökkenő Költőiség című kötetét tehát haszonnal forgathatja a Shakespeare kutatótól, a fordítókon keresztül az érdeklődőkig mindenki. Mindenki, aki világos gondolkodásra és fogalmazásra, tudós és egyszerre művészi megközelítésre, fáradhatatlan utánajárásra és isletett pillanatok megragadására vágyik. Mindenki, aki lelkesedik a klasszikus irodalomért, a kortás színházért és ezek kapcsolódási pontjaiért. Mindenki, akit érdekel a fordítói munka sokrétűsége, aki szívesen töprengel egy-egy nyelvi bravúron, származzon az a forrás vagy a célnyelvből. Mindenki, aki esetleg a töprengésben hajlandó akár más konklúzióra is jutni, mint ami mellett a szerző érvel. Mindenki, akit nem csak a jó megoldások érdekelnek, hanem legalább annyira gondolkodóba ejt az odavezető út is nem is marad más hátra, mint hogy javasoljam, olvasd a csökkenő költőséget, és persze Shakespeare-t. Meg azt, ha tetszett, lájkold like a videót, kövesd a Shakespeare daráló YouTube csatornát, Kérdez vagy javasolj a komment részben. Viszontlátásra!